Sok szeretettel köszöntöm a kedves nézőket, a mai vendégünk Pálinger Katarina, Magyar Kézirabda Szövetség alelnök, akinek köszönöm szépen, hogy eljött hozzánk. Nem sok helyen nyilatkozol, úgyhogy különösen értékesnek gondolom ezt annál is inkább, mert aki látott téged védeni, látta azokat a teljesítményeket, az nagyon is odafigyel arra, amit te mondasz. Úgyhogy arra szeretnének kérni, hogy bár még nincs vége ennek a világbajnokságnak, azért mégis értékeld nekünk ezt a nemzetközi mezőnyt egyrészt, másrészt pedig természetesen a válogatott teljesítményét. Hát kezdem akkor a mi csapatunk teljesítményével. Úgy utaztunk ki erre a világbajnokságra, hogy, hogy szerettük volna látni a fejlődést, tehát ez volt az elsődleges cél, ez már a felkészülési tornán Norvégiába szépen látszódott, hiszen, hiszen nagyon komoly mérkőzéseket játszottunk jó ellenfelek ellen is, és nagyon jó partnernek bizonyultunk, tehát nem tudtak minket simán megverni. Te Gondolok, személy szerint miben vártál fejlődést, és mi az, amiben tapasztaltál is? Mindenképpen a csapat akkor a, ebben, ebben meg is kaptam azt, azt gondolom, sokkal, sokkal jobban érződött az az összetartás a lányokon, ami, ami, a régi nagy csapatainkat, aminek volt szerencsém, nekem is részese lenni, jellemezte, tehát ebben mindenképpen előrébb lépett a társaság. Nyilván ez, ez egy, egy alap dolog, azt gondolom, hogy jó csapat és jó csapat szellem legyen. De, de sok minden olyan pozitívumot tudok kiemelni, ami nyilván a helyezés fő, a helyezés egy picit árnyalja, hiszen hiszen azért ez a 15. helyezés, az, ez, ez, azt gondolom nem ad valós képet. Sok csapat van, aki nem azon a helyen végzett, ahol, ahol, ahova valójában tartozna. De hát egy világbajnokság mindig olyan a lebonyolítási rendszere, hogy, hogy bátran kimerem jelenteni, hogy nem mindig a legjobb nyolc csapat kerül a, a legjobb nyolc közé. Jó, de akkor ahhoz például mi hiányzik, hogy azon a helyen végezzünk, amiről te mondjuk úgy gondolod, hogy a magyar válogatott ott kellene, hogy legyen? Hát a következő világbajnokság már középdöntős rendszerbe fog zajlódni, tehát visszahozzák azt, azt, a, azt a rendszert, hogy a csoport az egyenes csak kiesés után, azért helyett, az... így van, hiszen, hiszen azt gondolom, ez tényleg sokszor igazságtalan. Ha most megnézzük a saját szereplésünket, akkor ha azt mondom, hogy az a három csapat, akitől kikaptunk, az a legjobb négybe van, akkor, akkor tényleg azt gondolom, hogy, 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 hogy tényleg kicsit túlzásnak érzem a mi 15. helyezésünket. Én az erős középmezőny, de inkább ilyen 6.-7. helyezés körül várnám most a magyar csapatot, hogyha, hogyha tényleg az lenne, hogy mindenki mindenkivel játszik. Az imént a csapat egységet említetted, ami azért érdekes, mert ugye egy részről nagyon sok játékos van ott a két BL csapatunkról, másrésztről viszont hat magyar csapatból állt össze a válogatott. Tehát ebből a szempontból sokan vannak, akik együtt játszanak, vagy esetleg éppen nagyon sokat találkoznak egymással, ugyanakkor viszont hát nem, most azért nem lehet azt elmondani, hogy kettő vagy három csapatból állt volna ez a válogatott. Így van, és hát ugye érkezett egy új szövetségkapitány kapitány két évvel ezelőtt, aki egy teljesen új stílust és új, új taktikai rendszert hozott ez a válogatotthoz, és azért ezt is át kell venni. Tehát a, a sokkal bátrabban nyomulő a szélső játékhoz, ami azért azt gondolom, hogy, hogy megmutatkozott a lerohanások, ba Sokkal többet szeretne kihozni a csapatból. Ebben is azt gondolom, hogy léptünk előre, és, és ha csak azt elmondom, hogy körülbelül egy éve mondta nekem Kim Rasmussen először, hogy na most érzem azt, hogy megértették a lányok, és, és elfogadták azt, amit, amit szeretnék játszani. És velük. az micsoda? Azt gondolom, hogy az, az, a, az a külső ketteseket sokkal jobban támadni, széthúzni a támadásokat sokkal bátrabban, önbizalommal tele. Régen jellemző volt egy picit, hogy egy, egy adott taktikai variációt megcsináltunk, és ha az nem sikerült, akkor tanács talanul mindenki állt a helyén, maximum két-három labda leütés után egy, egy sikertelen kapuralövés következett, ebből egy lerohanás gólt kaptunk. Ez nagyon jellemző volt a játékunkra. Ezt a tanács szeretné ő meg szüntetni teljesen. Azt gondolom, hogy ebbe léptünk előre, és az, hogy ezt egy év után értették meg a lányok, tulajdonképpen azért teljesen más stílusba kezdett el játszani ez a csapat. Régen azért mindig voltak meghatározó átlövőink, most nincsenek. Tehát sokkal inkább a, a belső hármasunk gyors egymásnak megcsinálni a helyet, erre épül a játékunk. Tehát, hogy ez nem azt jelenti, hogy egy év után értették meg, hogy nem alkalmasak ezek a játékosok, vagy esetleg nehezen értik meg, csak egyszerűen annyira más stílust játszott eddig a válogatott, hogy ehhez idő kell. Ahogy idő kell ahhoz is, amiket el kezdtünk bevezettünk reformokat. Gondolok itt a, az egyéni edzéstervekre, tehát hogy a játékosoknak ki van adva, vagy hogy tudnak fejlődni fizikálisan. Na, hiszen ezzel ebben kapcsolatban nagyon mondott marad. vagy fogalmazott meg kritikát, Rászmusszen ezzel kapcsolatban szintén érdekelne a véleményet, hogy amellett, hogy sok mindenben elégedett volt a játékosaival, azért azt kiemelte, hogy az életmód szempontjából, a táplálkozás szempontjából, a pihenés fontossága szempontjából azért ő egy kicsit más világot ismert, és azért tényleg most már a mai sporthoz nagyon erősen hozzátartoznak ezek a dolgok ez nekem furcsa volt egy kicsit, hogy erről beszélni kell. Ráadásul alap, tehát tényleg alap dolgok, ezek már olyan alap elvárások külföldi profi csapatoknál, én is úgy nőttem fel, tehát nekem magamtól kellett rájönni még az én időmben, hogy reggeliznem kell edzés előtt, különben nem bírom az edzést, vagy rosszul leszek. Most már olyan komoly táplálkozástudomány tudomány van a sportolók mögött is, tehát tényleg egy nagyon-nagyon apró része, tehát ez még nem garantált nyilván, ha az ember ezeket betartja, hogy sikeres lesz, de az biztos, hogy ezek nélkül nem lehet sikeres lenni. És itt a fizikai felkészítése tenném inkább a, a, a legnagyobb hangsúlyt, hogy abban még nagyon, még így is sokat, na, nagyon le vagyunk maradva, de nagyon komoly teszteket csinálunk ezekkel a lányokkal, és, és ebben maximálisan mondhatom, hogy szinte mindenkinél látszik a fejlődés és az előrelépés, de azért ez nem, nem fél év munkája, vagy nem egy év alatt jön ki. Tehát remélem, hogy jövőre már azért egy, egy két, két és fél éves... Tényleg kemény munkának az eredmény meg fog mutatkozni. Pontosan erre akartam rákérdezni, elnézve azokat a mérkőzéseket, amelyeket a válogatottak játszanak a világbajnokságon, tehát a norvégokról. Azt hiszem, hogy szinte nem is érdemes beszélni, olyan elképesztő űrkézi labdát játszanak, olyan erővel, olyan dinamikával, olyan gyorsasággal, hogyha egymás mellé tesszük a norvég, illetve a magyar válogatott játékát, akkor az embernek az az érzése, hogy ide nem tudunk eljutni egyszerűen. Én azért nem lennék ennyire pessimista, tehát hogy nyilván rövid időn belül nem, de hosszú távon igen, hosszú távon a magyar játékosoknak van olyan technikai képzése, tehát a lövő repertoája, a, a a, az alapok megvannak, tulajdonképpen a fizika, fizikális felkészítés. De ezért az azt könnyebb el is lenne mellé tenni, hát nem értem, igen, hogy igen. Ez, ebben miért vagyunk lemaradva. Úgy, hogy ráadásul ugye ezek a norvéglányok vagy éppen a hollandok, akik szintén azért ott vannak most a legjobb négy között, hogy, hogy ők itt vannak Magyarországon sokan, többen, lehet látni őket. Nagyon sokat hallunk arról, hogy ők külön edzéseket végeznek. Így van, nincs sem messze tőlünk a világ. Nincs, azt el kell fogadnunk, hogy, hogy kész játékosokat megváltoztatni teljesen nem tudunk. Tehát abba az irányba lehet őket terelni, és elfogadták ezek a lányok is, az idősebb játékosok is, hogy ahhoz, hogy jobbak legyünk, plusz munkát kell végezni, több edzést kell megcsinálni. A mostani fiatal generáció azt gondolom, a mostani junior válogatott, ifi válogatott, akiknél ezt, ezt, alapnak kell kezelni, tehát hogy tényleg ehhez az kell, hogy mindenki olyan fizikális felkészültséggel érkezzen egy ilyen világversenyre, hogy itt nem egy-két egy meccsen kell jól játszani, ami ugye adott esetben egy klub versenyzésben előfordul, hanem, hanem sorozatterhelés, tehát azért itt, itt nagyon kőkemény napok, egymás utáni napokon kell a világ legmagasabb szintjé játszani. És hát a norvégok ebbe azt gondolom, hogy tényleg fényévekre járnak. Hát ahogy láttuk, hogy az olimpiai bajnokot is tényleg megverték 17 gólal, ha jól emlékszem, Igen. tehát hogy, hogy, macsuk nem volt. Most ebből is azt gondolom, hogy, hogy ki kell emelni, hogy a mi csapatunk azért ott talpra tudott állni az első fél idő után a norvégokkal szemben, és egy, és egy egész jó második fél időt tudott játszani. Tehát ezek is, ezek is olyan jelek, hogy hogy, hogy, hogy van azért bizakodásra okunk. Nyilván sokan, ilyenkor mindenki ugye kritikaként fogalmazza meg, hogy de hát nincsen átlövünk, de hát nincsen beálló játékunk. Ezek tények, tehát ez, ez teljesen mindegy, hogy, hogy ki a sportvezető, vagy ki a szövetség kapitány, nem, nem tudunk előteremteni kész 25-28 éves játékosokat, akik rutinnal és, és megfelelő szinttel tudják segíteni ezt a magyar válogatottat, úgyhogy én ez úgy érzem, a... hogy a legnagyobb felelősség nekünk most a, a szövetségben az azon van, és, és azon dolgozunk a legtöbbet, hogy, hogy az, ami most van, ezek az mondjuk a visszamenőleg az évekre a felnőtt női válogatottnak az a a visszaesése az ne történjen meg 5-6 év múlva. Tehát, hogy, hogyha az a korosztály, akik beérnek most a mostani junior és, és sifi válogatottak, akik azért az utánpótlás versenyeken nagyon-nagyon szépen szerepelnek, és ha megnézzük a, az EJOV győztes csapatunkat, hogy mennyi tehetség és tényleg igazi kincsek vannak abban a csapatban, csak amikor eljön az az időszak, hogy 18 évesek, 20 évesek, és, és, és ott kéne egy újabb lépcsőt lépni, ott, ott van nagyon nagy kiesés, és sokkal jobban kell menedzselni ezeket a játékosokat. Nyilván mi szövetségi szinten ezért próbálunk mindent megtenni, de hát azért, azért itt a klubok felelősség és hatalmas. És akkor ezért említetted a csapategységet, mert azért láttunk olyan válogatottat itt a vb n ahol nem volt mondjuk nagyon kiemelkedő szupersztár, és mégis sikerült egy jó csapatjátékkal előrébb lépni. Azért remélhetőleg ebben majd mi is tudunk még előrelépni. Igen, ennek a csapatnak mindenképpen az, az kell, hogy legyen az ereje, hogy hogy nincs az, hogy van egy klasszis, akit ha kivesznek, akkor, akkor tényleg vége a játékunknak, és könnyen legyőzhető lesz. Tehát, hogy, hogy biztos, hogy előnye lesz a csapatnak az, hogy mindenki hozzá tud tenni a sikerhez. A, ahogy látszott, azért a szövetségkapitány nagyon-nagyon forgatta a csapatot, kép, kénytelen is volt, hiszen, hiszen nincsenek azért olyan játékosaink, akik, akik végig bírnak 60 percet egy ilyen szinten játszani, úgy főleg, hogy sorozatterhelésről van szó. Tehát ez mindenképpen egy előnye lesz ennek a csapatnak, és azért azt is kimerem jelenteni, hogyha, hogyha ebbe a csapatban most Tomori Zsuzsi százszázalékosan szerepelhetett volna, akkor, akkor lehet, hogy most még én Németországban lennék. Hát köszönöm szépen ezt az értékelést, és hogy eljöttél hozzánk. Köszönöm szépen.